A felvételi eljárásban a tanszék következő szakjára lehet jelentkezni. Alkalmazott nyelvészetmesterképzés. Miért érdemes idejönniük a hallgatóknak? Rengeteg ok miatt. Az egyik az, hogy a nyelvészet jóval többről szól, mint amit általában szoktak róla gondolni. A nyelvészet egy kimeríthetetlen kincsestár, tehát nagyon-nagyon sokat tudunk a nyelvről, de számtalan felkutatandó terület van, amely rendkívül érdekes. Nem csak a szakmai közönség, hanem bárki számára. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy sokan nem gondolják, de azzal, ahogyan használjuk a nyelvet, azzal tulajdonképpen egy névjegyet adunk ki magunkról. Sokkal többet megtudunk másokról is, és saját magunkról is. Az alkalmazott nyelvészeti képzésünk fő erőssége az, hogy innen számos területen el tudnak helyezkedni a hallgatók. Ez az a képzésünk, ami nem egy szakmára képez, hanem a klinikumban el lehet helyezkedni, a kommunikációban, a médiában, a idegen nyelvoktatásokkal magasabb és tudatosabb szinten tudják csinálni azok, akik nálunk végeztek. Számos terület van, ahova tovább tudnak menni, és olyanok jönnek hozzánk, akiknek ilyen széles érdeklődési területük van. Néhány példa arra, hogy az alkalmazott nyelvészeti mesterszakunkon mi mindent lehet tanulni. Például a pszicholingvisztika és neurolingvisztika témakörét, tehát azt, hogy hogyan működik az emberi tudat és az emberi agy, amikor nyelvet produkál vagy nyelvet dolgoz fel. Kiadó ismereteket is tanítunk, ez fontos lehet a későbbi elhelyezkedés szempontjából is, valamint számítógépes tárgyakat, hiszen ma már a modern technológiát is használjuk a nyelvészeti kutatásokban, nagy mennyiségű empirikus adatból mondjuk azt, amit mondunk, ezzel foglalkozik például a korpusznyelvészet. Ezen felül a társadalmi vonatkozásait, a kulturális vonatkozásait is vizsgáljuk a nyelvnek, foglalkozunk szociolingvisztikával és antropológiai nyelvészettel is. A nyelvészet nem egy autonóm tudomány, hanem számtalan egyéb tudományjal kapcsolódik, ugye ezt úgy szoktuk mondani, egy interdisziplináris, tehát tudományközi vizsgálatról beszélünk, hiszen a nyelv az ég adta világon mindent átsző. Nyelv nélkül nem tudnánk létezni. Nyelv nélkül nem lenne társadalom, nem lenne munka, nem lenne kultúra, civilizáció, semmi nem lenne. Vagyis a nyelvészet rengeteg egyéb tudományról is ad képet. Ami az emberi oldalát illeti, egy nagyon jó csapatba kerül az, aki a nyelvészetet választja és kapcsolatba kerül velünk. A hallgatókat nem csak a tanulmányaik során segítjük szakmailag, és ha szükség van, akkor egyebekben is, hanem a tanulmányaik elvégzése után is. Tehát továbbra is segítséget nyújtunk. Nagyon sok területen el tudnak helyezkedni, tehát a nyelvészet az számtalan egyéb, számtalan tudomány, nem csak tudomány, hanem munkaterületen alkalmazható, és ezekben továbbra is segítjük a hallgatókat. A mesterképzés elméleti stúdiumai a levelező munkarend esetében online módon valósulnak meg, így tanulmányai egy részét otthon a kényelmében végezheti el. Jelentkezési határidő 2023. február 15-e.